Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt, amelyik kerekasztal beszélgetés, amelynek témája a társasházkezelő képzés. Borsi Brigitta vagyok, a Pentaunius ZRT társasházkezelő képzésének képzésmenedzsere és a Nyíregyházi irodavizsga szervezője. A mai beszélgetés során összefoglaljuk a társasházkezelő képzés legfontosabb tudnivalóit, kitérve arra, hogy kik számára ajánljuk ezt a képzést, milyen bemeneti feltételekkel kell rendelkeznie, aki meg szeretné kezdeni ezt a képzést, hogyan épül fel a képzés és a vizsgáztatás, és hogyan működik az oktatási rendszer. Szeretettel köszöntöm a mai beszélgetés résztvevőjét, Botka Gabriellát, a képzés szakmai felelősét. Sziasztok! Mielőtt rátérnénk a képzésre, szeretnélek megkérni, Gabi, hogy mutatkozz be. Sziasztok, én Botka Gabriella vagyok. Szabadúszóként élek Budapesten. Ez a szabadúszás ez azt jelenti, hogy itt kezelek társasházakat. Egy lakásszövetkezetnél vagyok ügyvezetőelnök, erről majd fogunk tanulni, hogy ez mit jelent. Valamint felügyelő biztos is vagyok egy másik lakásszövetkezetnél, a webáruházat üzemeltetek, és hogyha van megbízás és felkérés, akkor idegenvezetést is vállalok szintén Budapesten, vagy akár egész Magyarország területén. Kinek ajánlanád a társasházkezelő képzést, ezt a szakmát? Hát ez egy nagyon jó kérdés, Brigi, de nagyon könnyű megválaszolni. Mivel ez a szakma ez egy nagyon szerethető szakma, ezért bárkinek ajánlom, aki szereti a változatos munkát, nem szeret unatkozni, hiszen ebben a szakmában soha nincs egy másodpercünk se, hogy unatkozzunk. Mindig valami újat, valami mást szeretne csinálni, és ez abból fakad, hogy gyakorlatilag mindennel is foglalkozunk. Nagyon sok területet átfog a mi munkánk, nagyon sok területen kell megjelennünk és helytállnunk. Értem itt ez alatt például azt, hogy műszaki terület, jogi terület, pénzügy számvitel, kifejezetten a társasházkezelés is, mint terület. Tehát aki mindig szeretne naprakész új információkat szerezni a világról, meg szerezni egyáltalán arról, amiben él és dolgozik, aki nem akar beleunni, belefásulni, belesüppedni a munkájába, annak kifejezetten ajánlom. Ráadásul, még ami egy nagyon pozitívum és nagyon szerethetővé teszi ezt a szakmát, hogy gyakorlatilag a katás, most már a katás egyéni vállalkozáson kívül minden vállalkozási formában űzhető ez a szakma, legyen az betéti társaság, egyéni vállalkozók, KFT, ZRT, bármi. Több képző is szervez társasházkezelő képzést, ugyanakkor sokan a Pentauniót választják. Szerintem minden más a pentás képzés? Bátran elmondhatom, hogy nagyon más a pentás képzés, mert én korábban máshol is oktattam. Itt ami nagy pozitívum és ami nagyon más a többiektől, az a 100%-ban online és visszanézhető tanórák. Élő órák egyébként, minden szombaton tartjuk az órákat, de többször, akár többször is visszanézhetők, hiszen feltesszük egy felületre, ahol ha nem tudtál jelen lenni ezen az oktatáson, akkor mert programod volt, vagy elfoglalt, bármilyen elfoglaltságod volt, akkor amikor az időd engedi, akkor szépen leülsz a kis gépedhez, és visszanézheted ezt az online órát. Továbbá van hozzá videós tananyag is, amelyet korábban vettem fel, és a tananyaghoz kapcsolódó videókat bármikor szintén megtekinthetitek. Nagyon rugalmas ezáltal ez a képzés, nem vagy időhöz kötve, nem vagy helyhez kötve, bármelyik nap, a nap bármely szakában megnézheted ezeket a videókat. Gyakorlatilag ez egy óriási pozitívum. A másik, hogy bármikor kérdezhetsz, tehát akár az online órán, amit szombatonként fogunk tartani, tőlem kérdezhetsz ott a helyszínen, írásban, szóban, valamint van egy felület, amiről majd Brigi fog nektek későbbiekben beszélni, oda is tehetsz fel kérdéseket, és nekem az a feladatom, hogy lehetőleg 24, de maximum 48 órán belül a kérdésedre választ tudjak adni, és kell is, hogy választ adjak. Az elmúlt tanfolyamok tapasztalata alapján kialakítottunk egy rendszert a szombati online oktatással kapcsolatosan. Kialakítottunk egy olyan beosztást, ami nagyon jól működik, 9 órakor kezdünk, 50 percet tanulunk, akkor tartom az előadást, utána van 10 perc szünet, amely 10 perc szünetben ti bármit csinálhattok, kávécskát főzhettek magatoknak, akármit. Nekem viszont az a feladatom, hogy a feltett írásban, akkor feltett kérdés, a chatboxba feltett kérdésekre válaszoljak, valamint ha valakinek az a tananyaggal, az elhangzottakkal kapcsolatban van kérdés, akkor ebben a 10 percben én megválaszolom.
Amikor elérjük a 12 órát, akkor tartunk egy 35 perces ebédszünetet, ez nekem is szent, tehát akkor nem vagyok elérhető, és utána már csak egy szünetet tartunk 3 óráig, és ez idő alatt pedig a tananyagnak, illetve ennek a tanfolyamnak, órának a vége felé, itt már egy picit kötetlenebbül szoktunk oktatni, tehát itt már azért jobban bele tudunk folyni abba is, hogy ad hoc azonnali kérdéseket is feltehettek, hiszen akkor már van egy kis tudása a tarsolyban, amit aznap össze tudtok ollózni, vagy össze tudtatok ollózni magatoknak. Nem fárasztóak, ezt bátran állíthatom, az előző kurzusoknak a visszajelzései alapján ezek a tanórák nem fárasztók. Nagyon sokan a hallgatóknak talán a 90%-a is ott marad 9 órától egészen 3 óráig minden szombaton. Próbálom úgy vinni ezeket az oktatásokat, hogy ha lehet minél színesebb legyen, példákkal, életből vett példákkal, tapasztalatokat megosztva, hogy ne unatkozzatok, és ne érezzétek úgy, hogy úristen, már mindjárt legyen már vége. Tehát én minden erőmmel azon vagyok, hogy nektek, akik jelentkezni fogtok erre a tanfolyamra, minél színesebb és minél élvezhetőbb legyen az oktatás. Köszönöm. Ugye, amit fontos még megemlíteni, hogy a Pentaunió ZRT több mint 5 év tapasztalattal rendelkezik az online oktatásban, tehát ez az oktatási rendszer nem a Covid kényszere, jóval előtte tudatosan szakértők bevonásával fejlesztettük ki Magyarországon elsőként az oktatási módszertanát, mert azóta is folyamatosan fejlesztünk a résztvevői visszajelzések figyelembevételével. És akkor most nézzük meg, hogy milyen előfeltételekkel kell rendelkezni azoknak, akik szeretnék elkezdeni ezt a képzést? Nem kell megijedni, bőségesen elegendő az érettségi, ez viszont kell hozzá. Enélkül nincs társasházkezelő képzés megkezdése. Szakmai tapasztalat nem szükséges, hiszen ha eddig nem volt végzettséged, akkor nem is dolgozhattál volna társasházkezelőként. Én majd, illetve mi itt a Pentánál majd megadjuk nektek azt a löketet, hogy ez a szakmai tapasztalat hiány is nagyon jó társasházkezelők legyetek, ha elkezditek ezt a szakmát. Egyébként azért vannak még úgy idézőjelesen egyéb feltételek, hiszen egy felhasználói szintű számítástechnikai ismeret azért kell, de ezt igazoltátok az elektronikus jelentkezés és a beiratkozás folyamatával, hiszen mindannyian, akik jelentkeztetek, ezt kitöltöttétek ezeket a jelentkezési lapokat. De ami talán a legfontosabb ebben a szakmában, az a, nem tudom máshogy mondani, a józan ész, a józan paraszti ész. Tehát ez kell a leginkább. Nem neked, mint tanfolyami hallgatónak, részvevőnek kell majd élesben társasházkezelőként tudom menni, és akkor kijavítani a vizes falat, nem. Neked azt kell megtanulnod, és azt fogod megtanulni ezen a tanfolyamon, hogy felismerd, hogy ja, az a fal vizesedik. Az nem jó, akkor most mit kell tenni? És akkor meg fogod tanulni, hogy akkor mi a te feladatod innentől kezdve. Neked azt kell megtanulnod, és meg fogod tanulni a tanfolyamon, hogyha kint lévőség van, mert valaki nem fizeti a közös költséget, akkor azt kezelni kell, és hogy hogyan kell kezelni. Azt is meg fogod tanulni, és az is kell hozzá, hogyha például bérbe akar valamit adni a társasház, akkor azzal foglalkozni kell. És tudnod kell, hogy ezekhez a feladatokhoz kit kell hívnod, kihez kell nyúlnod, kit bízzál meg mondjuk a behajtással, a könyveléssel, vagy a hiba kijavításával, és ezt mi meg fogjuk tanulni. A társasházkezelő tanfolyam egy online képzés, ami sokkal rugalmasabb a tantermi képzésnél, ugyanakkor fontos, hogy a résztvevő megfelelő önfegyelemmel és motivációval rendelkezzen a képzés teljes ideje alatt. Mit ajánlasz a résztvevőknek? Hogyan érdemes tanulni? Jól. Szorgalmasan. Ami nagyon fontos, hogy egy óriási tananyagot kaptok, mind elektronikusan, mind pedig videó oktatás, videó anyag formájában. Anélkül, hogy nem nyitjátok meg a tudásteret első alkalommal, amikor jelentkeztetek és megkapjátok a hozzáférést, anélkül nem fogtok tudni tanulni. Tessék megnyitni a tudásteret, megnézni, hogy milyen tananyagok vannak, milyen tematikában, milyen ütemezésben, milyen sorrendben vannak. Nem kell mindent megtanulni, mert az extrák, amiket oda feltöltöttünk, azok az a nevéből is adódóan extrák, azokat tessék letölteni, tedd el szépen magadnak egy fájba, és amikor élesben társasházkezelő leszel, akkor fogod tudni, hogy mihez nyúlj hozzá. De mindenféleképpen
tudástér, megnézni a tananyagot, hogy mit fogsz tanulni, és ha esetleg a videók megtekintésére nincs is időd, amit írásos tananyagként megkapsz dokumentumban, PDF-fájban, azokat tessék elolvasni. Ha ezeket megcsináljátok, ha ezeket minden héten foglalkoztok vele, akkor nem lesz semmi gond azzal, hogy mondjuk önfegyelem, vagy hogy a tananyagot jól el tudjátok sajátítani. Tehát azért kell hozzá egy bizonyos fokú elszántság. Igen, elszántság és önfegyelem. Igen, ezt jól mondtad, Brigé. Jó, és ha már ennyit beszéltünk a tudástér felületéről, akkor most szeretném bemutatni, ugyanis ez lesz a tanulás során a képzés szintre. Tehát a belépés során az első, amivel a jelentkezők találkozni fognak, az a leadandó menüpont. Ugye itt kell majd feltölteni a képzés menetti feltételekként az érettségi bizonyítványt. Illetve a másik menüpont a számlák, ahol ugye majd a díjbekérő is ide fog érkezni, és innen tölthetőek le a befizetéshez szükséges adatok. Na de most akkor menjünk sorba, tehát az ütemtervek menüpontban fogjátok majd látni, hogy az adott hétre mit kellene tanulni. Ugye általában önálló tanulással indul a képzés, és akkor itt a kapcsolódó tananyagoknál láthatóak, hogy mit is kellene tanulni. Ezek ugye videós és letölthető tananyagok, amiket ugye ki is lehet nyomtatni. Aztán a önálló tanulást követően lesznek majd a szombati élő online előadások, amikor pedig majd az oktatótól tudtok élőben kérdezni, és ezek az órák a lezajlást követően videó formájában visszanézhetőek majd itt a felületen. Tehát itt a befejeződött moduloknál fogjátok találni. Ugye, hogyha az oktató Gabi feltölt nektek anyagot, akkor azt pedig itt a kapcsolódó segédletekben találjátok. Igen, mert ezt hadd tegyem hozzá, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy én is ugye bugorázhatok az interneten, találok valami érdekességet, újdonságot, ami a tudástérben még nincs fent, mert menet közben jöttem rá, hogy hú, ez milyen jó lenne nektek. Bocsánat. És akkor azokat az online órákon az adott dátumhoz fogom feltölteni, amit szintén meg tudtok tekinteni. Jó, a tananyagok menüpontban is megtalálhatóak azok az anyagok, mint az ütemezésnél, de itt így ömlesztve az ütemtervekbe pedig ugye, adott hétre. Modulzáróknál lehet majd jelentkezni a meghirdetett modulzáró vizsgára, ugye itt a jelentkezési időszak időtartama alatt. Eredmények menüpontban láthatóak a vizsgaeredmények. A vizsga leadandó menüpontban pedig itt kell majd leadni a társasházkezelési tervet, illetve itt tudtok majd a képesítő vizsga jelentkezéskor a jelentkezési lapot és a meghatalmazást leadni. Üzenetek, itt találhatóak az oktatás szervezőtől érkező üzenetek. Kérdőívet, és hogyha valaki becsatlakozik a képzésre, akkor egy előzetes tudásmérő kérdőívet kell kitöltenie, azt itt találja. És még nagyon fontos menüpont a gyakran ismételt kérdések, itt nagyon hasznos tudnivalók vannak a tanfolyami tudnivalókban, illetve lehet olvasni a házi rendet, vizsgaszabályzatot. És akkor szerintem el is mondtam mindent a oktatási rendszerről, most pedig akkor beszéljünk róla, hogy milyen ismereteket sajátíthatnak el a társasházkezelő képzésen, mit tartalmaz a képzés modulja. Hát gyakorlatilag mindenhez is érteni fogtok, mire elvégzitek ezt a tanfolyamot. De amit tudni kell, hogy talán nevezhetjük őket moduloknak, nem kötelezően, témaköröket említenék, amelyeket fogtok vagy fogunk tanulni. Ami nagyon fontos a mi szakmánkban, az a társasházkezelői ismeretek, hiszen ugye ez a szakmánknak az alfája és az omegája. Itt fogjuk megtanulni a társasházi törvényt, itt fogjuk megtanulni azt, hogy milyen módon tudod összehívni a közgyűlést, mit kell vinni a közgyűlésre, hogyan kell megszervezni, hogyan kell lebonyolítani határozatokat, közgyűlési jegyzőkönyvet, egyebeket. Műszaki ismereteket is fogunk tanulni. Pontosan olyan mélységben fogjuk ezt megtanulni,
hogy ha és amennyiben neked diagnosztizálni kell egy problémát egy épületnél, akkor fel tud ismerni, hogy mi a probléma, és tudjad hozzá hívni azt a megfelelő szakembert, hiszen azért nekünk ehhez is értenünk kell. Viszont egy picit jogászok is leszünk, mert jogi ismereteket is fogunk tanulni. Itt kifejezetten leginkább a kintlévőség kezelésére kell a hangsúlyt, szoktuk a hangsúlyt helyezni, de azért belemegyünk a szerződésekbe is, belemegyünk azért a bérbeadáshoz kapcsolódó jogi információkhoz, és ami nagyon fontos, a pénzügyi számviteli és adózási ismeretekre is rá fogunk térni, és ezek nem egy-két órás tananyagok, hanem azért itt bőségesen fogunk mindegyik témakörben ismeretet összeszedni, de például kommunikációval is fogunk foglalkozni, hiszen legfontosabb feladatot, hogy a tulajdonosokkal, szolgáltatókkal, hatóságokkal tudj normálisan, megfelelően és hatékonyan kommunikálni. Konfliktuskezeléssel, panaszkezeléssel, ügyfélelégedettségméréssel, tárgyalási szituációkkal is fogunk foglalkozni. Ami nagyon érdekes, és szerintem ezt más képzőszerv nem biztosítja, fogunk nektek biztosítani egy olyan analitikai programot, amelyet teljes körűen fogtok tudni használni. Gyakorlatilag ez az a program, amit majd, amikor társasházkezelők lesztek, akkor ide kell rögzítenetek a tulajdonosok befizetéseit, ide kell felrögzíteni a számlákat. Ezt ingyen és bérmentve a rendelkezésetekre bocsátjuk a tanfolyam ideje alatt, bármikor, és még utána is egy ugye 2-3 hónapig, bármikor bárki gyakorolhatja azt, hogy hogyan is kell a társasházi analitikát működtetni és rögzíteni. Nagyon sok mindenről fogunk tanulni, a gazdálkodásról, társasházi pénzeszközök kezeléséről, az ingatlanoknak a statikájáról, az építészet jellemzőiről, mindenről tanulunk, ami nektek ahhoz szükséges, hogy jó társasházkezelők legyetek. Jó, és akkor most beszéljünk egy kicsit az imént felsorolt elemek számonkérési formáiról, a modulzáró vizsgáról. A modulzáró vizsgák online felületen kerülnek megszervezésre. Itt az ábrán látjátok, de 180 perces írásbeli vizsga lesz, ahol a vizsga sikeresség feltétele a több mint 60% elérése. Ezt a modulzáró vizsgát a képesítő vizsga írásbeli részéhez hasonlóan állítjuk össze. Teszt, esszé, számítási feladatok, közös költségszámítás mérleg alapján kötelezettségek megállapítása, ami lesz benne. És amennyiben valaki nem vesz részt ezen a vizsgán, vagy nem sikerülne neki, akkor a képzés végét követő 12 hónapig javítópótló vizsgát tehet, külön díj ellenében. A tanúsítvány kiállítás feltétele a társasházkezelési terv leadása. Ennek határideje szintén a képzés vége. Ez lesz majd a képesítő vizsga projekt része. Ehhez majd egy konkrét ütemtervet fogunk adni az elkészítéshez, de akkor Gabit meg is kérdezném, hogy beszéljen a tartalmi és formai követelményekről, hogy mit kell ennek tartalmaznia. Nagyon sokan megijednek az eddigi tapasztalat alapján attól, hogy úristen, neki készítenie kell egy társasházkezelési tervet. Hát ezt régebben úgy hívták a lánykori nevén, hogy szakdolgozat. Tehát nem kell tőle megijedni, egyáltalán nem kell félni a társasházkezelési tervtől. Bent van a tananyagban, fent van a tudástérben egy tájékoztató arról, hogy mit kell tartalmaznia. Mindig el fogom mondani, tehát az első szombati alkalommal erről mindenkivel beszélni fogunk, illetve hát én ismertetni fogom, hogy ami kell, azon nincsen, hogy nem lesz benne ebben a társasházkezelési tervben. Ha nincs benne, az mínusz pont, és akkor lehet, hogy nem éritek el azt a pontszámot, amivel már megfelel a társasházkezelési tervetek a követelményeknek. Nagyon szigorúan veszik a vizsgaközpontok ezt a társasházkezelési tervet, hiszen még korábban szóbeli tételeket kellett húzni, és úgy vizsgáztatok, most ezt a kezelési tervet kell megvédened, amelyet előzetesen azt hiszem, hogy a mérőnek, igen, most már mérő szakembernek mondják, megnézi, értékeli, kiértékeli és ad rá egy pontszámot. És ezt a pontszámot
viszed végül is az írásbeli vizsgára, és a kettőből lesz, ugye majd erről is beszélünk a vizsgáról. Igen. De a társasház kezelési tervnek, tehát amint mondtam, az a szó, ahol ott van, hogy kell, annak benne kell, hogy legyen. Nem kell megijedni, mint mondtam már az előbbiekben is. Egy nagyon szép társasház kezelési mintát raktunk fel nektek a tudástérbe, amit bárkinek ilyen példaértékűként szoktam javasolni, hogy nézze meg. Egy kicsi csavar van benne, mert nem tudjátok letölteni, tehát nem tudtok belőle, igen, jelszóval védett, és nem tudjátok másolni belőle a dolgokat, de ha elolvassátok ezt a kezelési tervet, akkor meg fogjátok érteni, hogy a tieteknek hogy kell kinéznie. Ehhez értelemszerűen majd egy társasházat kell, hogy szerezzetek, amely társasházból írjátok meg ezt a kezelési tervet. Ez gyakorlatilag olyan, mintha már közös képviselő társasházkezelő lennél, és kiállnál a közgyűlés elé, és tartanál egy beszámoló közgyűlést, kiegészítve azzal, hogy még hasznosítási javaslatot is teszel bele, és kiegészítve azzal, hogy a tulajdonosoknak kvázi elmondod azt, hogy az ő társasházuk hogy néz ki, miből épült, milyen építési móddal, tehát egy picit kibővített beszámoló közgyűlést kell neked egy kezelési tervben megírni. Jó. És akkor, ha már ennyit említettük a képesítő vizsgát, akkor nézzük meg, hogy milyen részekből áll ez a vizsga. Ugye a felnőttképzési törvény előírásainak megfelelően a programkövetelmény alapján szervezett képzések végén a képzőintézmény tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerből. Ennek a tanúsítványnak a kiállítási feltételei ugye a társasházkezelési terv leadása, a modulzáró vizsga sikeres teljesítése és a képzési díj kiegyenlítése. A tanúsítvány birtokában tudnak majd a résztvevők jelentkezni az akkreditált vizsgaközpontokba a képesítő vizsgára. A képesítő vizsga sikeres teljesítésével pedig államilag elismert bizonyítványt szerezni, amely ugyanolyan, mint az OK rendszerben volt, tehát azzal egyenértékű az OK-s bizonyítványa egyenértékű. És akkor ugye ennek két része van, amiről már beszéltél róla. Van egy 180 perces írásbeli vizsga, itt ugye 61% a sikeresség, illetve a társasházkezelési terv, ez a szóbeli vizsga része lesz, ahol majd be kell mutatni ezt a projektet, amit elkészítenek itt nálunk. Így van, igen, és ahogy beszéltük is, illetve Briginek már említettem, én vizsgáztatóként is akkreditálva vagyok, tehát már vizsgáztattam ebben az új rendszerben. Az írásbeli része ennek a vizsgának, ez is két részből áll, az egyik egy úgynevezett redmentás, tehát online vizsga, a másik pedig egy papír alapú feladatlapnak a kitöltése. A redmenta, tehát az online vizsgát az enter leütésétől számítva 180 percig töltheted ki, ez idő alatt töltheted ki az írásbeli vizsga feladatlapot is. Nagyon megszigorították a vizsgáztatást, tehát most már semmit nem vihetsz be magaddal, azt felejtsd el, hogy bármi táska, motyó, akármi nálad lehet, azt kint kell hagyni szépen, és csak egy normál számológép lehet nálad egy tollal, de ha nincs, akkor kapsz. A mobiltelefonokat sem lehet bevinni, és amikor ezt a 180 percet kitöltötted, akkor fájlont van, akkor be kell fejezni a vizsgáztatást, és az életből vett példa, amikor én vizsgáztattam, az úgy szólt, hogy volt egy kis szünet, és rögtön indult a pályamunkának a társasházkezelési tervnek a megvédése, mint szóbeli vizsga rész. Tehát a kettő nem függ össze egymással, ha véletlenül nem sikerült az írásbelid, de meg tudtad védeni a pályamunkádat, akkor legfeljebb majd megismétled az írásbeli vizsgádat. Tehát ugyanaz napra szervezték ezt a vizsgát, úgyhogy nem teljesíthetetlen, aki felkészül rá normálisan, jól és tanul, az szerintem gond nélkül, zokszó nélkül abszolválni tudja ezt az írásbeli vizsgát. És akkor már csak annyit szeretnék elmondani, mit kell tenni azoknak, akiknek felkeltettük az érdeklődését, és szeretnék jelentkezni erre a képzésre.
A www.penta.hu oldalon a társasházkezelő képzés kiválasztásával bővebb információt találtok a képzésről, és az ott található adatlap kitöltésével, ami pár percet vesz igénybe, már jelentkeztek is a képzésre. Az oktatás szervező egy-két napon belül felveszi a kapcsolatot minden jelentkezővel, de emellett ugye a megadott e-mail címre is küldünk tájékoztatást. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, köszönöm Gabinak a támogató részvételt. Ha tetszett a live, akkor megköszönjük, hogyha megosztod ismerőseiddel és jelzed lent a reakció gombokkal. Viszontlátásra. Viszontlátásra, szervusztok!